Köszöntöm a FM Rádió hallgatóit, a háttérképet hallják a mai műsorvezető Gajdi Csottó, és köszöntöm vendégeimet, Bogár Lászlót és Boros Imrét. Szervusztok! Szervusztok! Legutóbb ott hagytuk abba, hogy nem igazán akarják befejezni ezt a háborút, amit a szomszédunkban dúl. Azóta csak fokozódott a nemzetközi helyzet, ahogy régebben poénkodtunk ezen, ugyanis most már Lengyelország teljesen megvadult, de legalábbis a jelenlegi vezetése. Atomfegyvereket akar telepíteni, mindenféle módon húzgálják az oroszlán bajszát, de az jól látszik, hogy ömlik a pénz, megindulnak a patriot, a rendszerek, az mindenféle fegyver, utánpótlás, tehát úgy néz ki, hogy nem érdekelt senki a háború befejezésében. Mi lesz ennek a vége? Hát tulajdonképpen ugye azt azért rögzíthetjük, hogy ez a háború nem a győzelem dicsőségéről szól alapvetően, hanem arról, hogy ki mit szerez meg. Ez a célja. That's the aim of the game. Ki mit szerez meg az oroszok úgy nagyjából, a nagyjából mondom, voltak olyan maximális várakozásaik, hogy esetleg Ukrajnát lenyomják, stb. Az ugye az első körbe futarcot vallott. Most a második elképzelésük az lényegében együtt van. Pillanatilag úgy néz ki, hogy az ukrán front összeomlik, tehát ebből az oldalból akár vége is lehetne háborúnak tudom, három helyen törték át a frontot az orosz csapatok, meg nyomulgatnak szépen előre. Nyilván ezeket az alkalmakat, ami az oroszok nem fogják kihagyni, hogy minimális embervesztesége még területeket foglaljanak el, de nem hiszem, hogy ez lenne az elsődleges céljuk, inkább szeretnék esetleg ők is befejezni. a nyugatot illeti, a nagybetűs nyugatot, amely nyugat alatt nem az Egyesült Államokat, nem az Európai Unió tagországait, Értem, hanem a nemzetközi pénzmagánbirodalmat, aki ugye óránál fogva vezeti az Egyesült Államok jelenlegi vezetését, az Európai Uniót, komplet, és az Európai Unió egyes tagországait is, azok meg azért nem akarják befejezni, mert éppen most lett földobva egy szép összeg, ugye 60 milliárd, amit még ugyanúgy szét kéne elni, mint hogy eddig tették. Most azért én nagyon imádom a számokat. Magár is így van, mert az ember kormányzati pozícióban enélkül nincs meg. Nem most. Nincsek teljesen pontos adatok, de azért azt tudjuk, és egybehangzolok a vélemények, hogy eddig a fényességes nyugat különböző formákban, Amerika, Európai Unió, Unió tagországai, Egyesült Államok, külön még úgy tudom én. Egy olyan 300 milliárd dollárt fetszolt bele ebbe az Ukrajna nevű projektbe. Na most. Elértek azt, amit elértek, hát Oroszország nem a vereségnek a küszöbé, hanem inkább a győzelem küszöbén áll. Egy. Az oroszok éves hadi költségvetése, ezt a nyugatiak spekulálták ki, inkább fölülbücsülnek, mint alul, Éves költségvetése a katonaságnak kb. 65-70 milliárd. Na most harmados ereggel küzdenek, hát nem harmada ennek a pénznek, de mondjuk egy 30 milliárd per annummal, tehát összesen 60 milliárd dollárral küzdöttek, az áll szemben a 300 milliárddal, és ez az eredmény jött ki. Én azt nem hinném, hogy ezek a nyugati fegyverek teljesen rosszak. De hogy rosszak? Nagyon jó minőségűek. Még azt se hinném, hogy adott esetben nem tudják a rakétát elindítani, vagy az ágyúból lőni. Bár most azt hallom, még ennek ellenére nincs lőszer. De ez nekem érdekes. Hanem az feltétlenül tudom vagy ismerős, hogy eszméletlen túlárazások vannak. Hm. Tehát a raktárból bekerül mondjuk valami százzal, kikerül a raktárból, és amire oda jut az ukrán frontra, az utolsó számla már ezerről szól. Magyarán szólva a nagyfokú érdekeltség most abban áll, hogy ezt a 60 milliárdot is még szét kéne bizniszelni, mondjuk egy 5-10 milliárd dollár értékű fegyver még bemegy, de azzal már nem fognak nyulat se. Szóval ezért még folydogálni fog a háború. Aztán van egy olyan dolog, aminek a Lacia szakértője, hogy az Egyesült Államok szép lassan szeretné ezt az egészet az Európai Unió bakkancsába beletenni, költségestől mindenestől. Ukrajnáért élünk harunk, tök mindegy, nem fizetjük ki a támogatásokat a tagországra, de Ukrajnában nem úgy bánunk, mintha tag lenne már. Még csak úgy se, hogy tagjelölt, mert hogy nem az. Hanem én nem is tudom, hogy. Az első összeg, hova kell? Utalni kell Ukrajnába. Tök mindegy, hogy miért. Hát mondott a NATO főtitkár. Hát a NATO főtitkár is mondja, ez Európai Ha üres a raktár, és a között kell választani, hogy feltöltjük, vagy Ukrajnába szállítunk, akkor Ukrajna legyen az Ukrajnába első. Ukrajnába kell szállítani. Hát ez ugye óriási örömhír, Egyesült Államok fegyvergyártó köreinek és azon cégek tulajdonosainak, mert ömlik be a pénz, és gennyesre keresik magukat, mm. meg még az egész vonulat gennyesre keresi, még ezt a 60 milliárdot tud szépen szétszufolják, meg ha az európai a NATO főtitkárnak az utasításait követik, rendelik tovább a fegyvereket megy a zömébe, csak az Egyesült Államokba szerezhetőbe, mert az európai hadipar, hát egy-két kivételtől eltekintve nem túl fényes, hát akkor azt mondja, hogy vajna indít, nyomjuk még, vagy két-három hm. évig. Milyen, mi, tehát az én, én félelmeim, amit, amit azért most már én úgy satszolom, hogy mű, több millió ember érez Milyen. itt szerte Európában, és akkor me, mennyire jogosak, hogy hogy ez a pőre anyagias szemlélet, ez, ez ö, kisiklathat -e olyan irányba, hogy egyszer csak szétégetnek mindent, ami eddig éltünk, meg beleegyít bennünket is. Elvileg legalábbis egyszer minden háború véget ér. Ugye most volt a harmadik, 300. évfordulója Emmanuel Kant, a híres német gondolkodó születésének, és ez egy fontos mozzanat, hogy az orosz elnök úgy látta a helyesnek globális PR szempontból, hogy elmegy Königsbergbe, amit egy idő óta Kaliningrádnak hívnak. Ez egy ugye orosz elnök és Azon az egyetemen, ahol Emmanuel Kant hallgató is volt, meg professzor is volt, mond egy beszédet, ahol Emmanuel Kant örök béke című, talán a legfontosabb műve ez, idézett, és azt idézte belőle, hogy noha értelemszerűen ez egy mély filozófiai alkotás, de azért vannak gyakorlatilag mondatai is. Az egyik ilyen gyakorlatilag mondat, amit az orosz elnök idézett, az, hogy, hogy az örök béke legfőbb feltétele az, hogy minden emberi közösség számára minden más emberi közösség természetesként ismeri el, hogy a saját hagyományai, mondjuk így fogalmazunk így, nyilván Kant egy kicsit veretesebben 250 évvel ezelőtti szavakkal ezt úgy fogalmazta meg, hogy, hogy a saját kulturális hagyományai szerint éljen. És azt hiszem, hogy ez a logika máig is hibátlan. Tehát béke akkor van a világban, hogyha minden emberi közösség számára természetes, hogy ahogy ő is követi azokat a hagyományokat, amelyek szerint ő élni akar, ugyanolyan Természetesnek tekinti, hogy minden más emberi közösség is éli a saját életét. Ha akarunk, akkor kapcsolatba lépünk egymással, akár intenzív, kereskedelmi, kulturális és egyéb kapcsolatokat tartunk fenn. Ha viszont valami miatt úgy gondoljuk, hogy ez nem célszerű, meg nincs is értelme, akkor próbáljuk már azt is természetesnek tekinteni, hogy nem, semmiféle kapcsolatot nem tartunk fenn. Na most ez egy szép idea, de kétségtelen az a világ, amelyben élünk, az azért nem erről ösmerszik meg. És ennek egyébként van nyilvánvalóan egy mélyebb oka, és ez meg ugye egy másik gondolkodó, ahol aki valahol félúton van, mondjuk Emmanuel Kant korszaka, meg a mai korszak között, ez Oswald Wengler, a Nyugat Alkonya című nevezetes művében, úgy fogalmaz, hogy annyi világ van, ahány lény a világon, tehát tudomásul kell venni, hogy minden ember, még nem is azt mondja, hogy minden ember, hanem minden lény, ami még bonyolultabbá teszi, tehát mondjuk egy kutya, meg egy ló fejében is valahol ott van, de ez nagyon kivezetne a képbe, maradjunk annál, hogy minden ember fejében valóban egy külön valóság él, és ragaszkodik hozzá, mindannyian így vagyunk vele, ezen nem lehet változtatni, hogy hát teljesen természetes, hogy az a helyén való, ahogyan én gondolom. Tehát tulajdonképpen ez a feszültség az oka minden háborúság, Nak, hogy egyfelől mindenki elfogadja azt természetesnek, amit Emmanuel Kant és amit az orosz elnök is idézett, hogy nyugi gyerekek, nix ugri hogy klasszikust idézzek, tehát mindenki tekints, ahogy önmaga számára természetesnek tekinti azt, hogy úgy helyén való, ahogyan ő az életet berendezni gondolja, tekintse ugyanilyen természetesen másokra is, de közben ott van az a feszültség is, hogy de hogy lehet, hogy ő másképpen gondolja, meg más Akar majd én bebizonyítom neki hogy az a helyes ahogyan én gondolom tehát ez a szellemi alapja mindennek az már inkább csak rátelepszik erre amit egyébként nagyon helyesen mondott az Imre hogy mert azért minden háborúnak van valamilyen retorikája. Tehát, tehát az, azzal azért senki nem nagyon indított háborút, hogy figyelj, ki akarok rabolni, mert, mert nekem ócsóbb azt, azt a katonai erőt alkalmazni, és elvenni tőled azt, hát ez nagyon egyszerű, tehát nem, nem csinosítgatom, ki akarok rabolni, azt jó napot. Tehát senki nem így indít, hanem értelemszerűen erre hivatkozik, ami nem alaptalan, hogy valóban van, hát hogy is mondjam, csak a világ értelmezésben jelentős különbség. Na most ez a háború is, ez nyilván erre a háborúra is igaz, mm -hmm. mind a két, mind a két dimenzió. Tehát egy háború, ez a háború is, amikor azt mondjuk, hogy mikor és hogyan ér véget, akkor azért analitikusan külön kell választani azt, amit tűzszünetnek neveznek. Ez önmagába véve mindössze annyit jelenti, hogy innentől megszűnik a lövöldözés, tehát mondjuk nem halnak meg emberek, tehát a háború véres szakasza lezárul. Csak hát ugye legyen intőjel. Hogy Koreában például 70 éve van egy tűzszünet, de az, hogy béke lenne, az, az, az szóval sincs, nem de. lehet állítani. Tehát, tehát van egy, egy konkrét példa mindenféleképpen, hogy tűzszünet létrejöhet. Ez Elvileg nem lenne talán kizárható ebben a helyzetben sem, bár egyelőre ez is távolén látszik, hogy valami elemi szintű tűz legalább ideig lenne sem valami tűzszünet jöjjön létre. És egész más kérdés a béke ügye. Tehát, hogy ez ez teljesen egyértelmű, hogy ez a második és sokkal fontosabb kérdés. Most akkor ne is beszélünk örök békéről, csak legalább arról, hogy legyen valami olyan békerendszer, amire már volt két példa illetve, hát tulajdonképpen három példa az európai történelemben, az egyik a vesztváliai béke, ami kb. 150 évig tartott, a másik a Szent Szövetség, ugye, a Bécsi Kongresszuson zajlott uh -huh. 1815-ben, ami pont 100 évig, 1914-ig az első világháború, de tulajdonképpen Jalta is, az is egyfajta békerend volt, ami láthatólag azért rövidülnek az időszakok, ameddig kibír, de azért ezek azt mindenképpen megakadályozták, hogy véres háborúban egymást orkának essenek a felek. Hát most is valami ilyesféléről lenne szó, de ehhez azt kellene, ezek mind azt bizonyítják, a Veszvállai béke is, a, a, ugye a, a Bécsi Kongresszus és a Szent Szövetség rendszere, meg a Jalta is, hogy a, a, meg, a legfontosabb felek között először is, pontosan be kellene azonosítani, hogy kik a főszereplők. Most ez is egy probléma, hogy, hogy ugye erről, eről sincs, igen, de formálisan semmi. Ukrajna és Oroszország is kész, tehát hogy nekik, de ez nyilvánvaló nem így, vagy kezdettől fogva minden szakértő nyugaton is proxy háborúról beszélt, tehát hogy ez nem Ukrajna és Oroszország háborúja, hanem egy sokkal komplexebb világkonfliktus, világhatalmi konfliktus. Tehát nyilván a az érdekelt, fe, illetve hát a főszereplőknek kellene leülni, de egyelőre van egy alaphazugság, amelyik azt hazudja, hogy nem, tehát nem azokat nevezi főszereplőként, tehát Jó. így azért értelemszerűen elég nehéz, és folyamatosan ott vannak azok az érdekek, amiket az Imre nagyon helyesen mondta, hogy egy háborúnak alapvetően nyilván a fegyvergyártók, hát ki más, meg a mögöttük hát meg meghúzódó a tőkes struktúrák a, az alapvető nyertesei, tehát valamit kezdeni kell azokkal a torz és degenerált érdekekkel, amelyek ezen az alapon, akár tulajdonképpen a permanens háborúban is érdekeltek lennének, hiszen értelemszerűen az hozza a legtöbb jövedelmet. Nagyon világosan fogalmaztok, és érthető is, de a félelmet ez bennem nem csökkenti. Azt mondta egy szakértő, hogy a nukleáris fegyverarzenállal való elrettentés politikája jól működik békében, de háborúban ezzel szórakozni életveszélyes akkor miért csinálják mégis? Hát ugye az a helyzet, hogy amikor valaki éppen szórakozni indul ezzel, akkor az úgy érzi, hogy nem állnak túl jó a dolgai. Vagy fenyeget, nagyon fenyegetve érzi magát. És úgy szokták mondani, hogy aki úgy érzi, hogy nagyon be van szorítva a sarokba, az nagyon neki vadul és kiszámíthatatlan. Ez ilyen reflexszerűség. Tehát ez időnként hol itt, hol ott, hát időnként ugye miután most a franciák nagyon neki vannak indulva a dolgoknak, és Macron, hát ugye részintben a németek elszálltak, mint a győzelmi zászló. Európában egy olyan fő hangvívő, hát ő az, aki még, még adott esetben küldene ezeket is katonákat, meg ki is próbált egy, egy szerencsétlen ö, ö, idegen légiós századot kiküldött oda, amit azt az oroszok gondosan meg is semmisítettek. Hát ugye persze, hogy az idegen légiósokat küldik ki, azok a koporsók nem mondanak üzenetet Franciaországba tehát ő, ő, nyomja ezt a sódert, nyomja ezt a sódert. A másik oldalon is időnként az oroszok is azt mondják, ők ugyan azt mondták, bocs, figyeljünk az atomfenyegetésre, Franciák már mondták, ő nekik is van ám atom, hogy ne lenne. Na jó, hát vicc mondjuk, ekkora az övék, ekkora az oroszé, teljesen mindegy. Az oroszok viszont azt mondták, hogy igen, nekik is van, nagyon komoly atomutő erejük, talán a világban a legnagyobb de ők csak és kizárólag akkor nyúlnának ehhez az eszközhöz, ha létükbe fenyegetik őket. Na most ez a definíció, hogy mi az ő létük, meg nem létük, ez egy kicsit flexibilis. Mert ha azt mondom, hogy az az ő létük, ami a háború megindítása előtti határ, az az egyik lehetőség, a másik meg az is hajlok arra, hogy inkább úgy gondolja Putyin. Ez, amit elfoglaltak, és már be is iktattak az orosz alkotmányba, úgy tudom, négy megyét bepasszolták oda, sőt, orosz igazolványokat osztogattak, meg, meg mit tudom én, azt hiszem, a közik, közalkalmazottak fizetéseit és az oroszokra, stb. Tehát, ha ezt a létet veszélyéri, éri, netán olyan, hogy mondjam, ukrán ellen, volt ellentámadás, de hát mennyit hét mint halottnak a csók lényegében, sok vesztesége járt ember vesztesége. Ha ezt esetleg hatékony támadás érni, akkor esetleg. Szóval, de, de persze az embernek a haja az égnek áll, mert tudjuk a dolgokat. Hát tudjuk, hogy a a ban mit csinált az a két atombomba. De hogy végés dolgokat is vegyünk, hát én emlékszem arra a borzalomra, amit Csernobyl okozott. Hmm. Ott ülök a Nemzeti Bankba, már voltak monitorok, stb., és valahogy előbb jöttek a reuters mindenek oda jelentései, mint hogy a magyar média esetleg erről beszám Oda is oda ment az MTV, nyilvánvalóan ugyanúgy, mint hozzák. És, De akkor, ott az és eltársak, társak, akkor ott már mondják, hogy, -e mondják, hogy valami nukleáris balhé van a Szovjetunióban, hát jó két napnak kellett eltel, el, eltelni, hogy legyen. Én mindjárt beparancsoltam a családot, kisgyerekek voltak, kisgyerekeink voltak, hogy ki ne menjenek, stb. 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 Tehát borzalmas gyomor görcsöt tízezer számra egy Magyarországon, is azoknak a elhalázásoknak a száma, ami még a Csernobili utóhatásból, de. mert azért a felhő keverget ide, oda, amoda, a jó tablettákat osztogatták, szerkesztő is akkor még kisebb srác volt, de azért nyilván emlékszik rá. Úgyhogy, hát igen, amikor az atommal elkezdenek csak dumálni, akkor bizony mindenki elkezd retteltesen rettegni. amitán nem is baj, mert esetleg beindítja azokat a reflexeket, hogy abba kéne már hagyni, mert a tömeg is tud nyomást gyakorolni. Hát itt a nyomás lehetősége az Európai Unió, hogy mondjam, mindentől elégedett vezetése részére. Tessék a bánatba elküldeni őket vigyázni kell, hogy a nép tudja is, hogy őket miért kell elküldeni. Azért kell elküldeni, mert gendert akarnak, tehát ezt az őrületet, mert szeretik a háborút, ugye, meg szeretik a migratúrát. Hát el kell mondani a magyar választok egy ember. Most hagyd a belpolitikát a bánat, nincs sem értelme. Majd 2026-ban elmondott, hogy mi a helyzet, de most Európáról szól a mese, mi annak részei vagyunk, szívatnak bennünket, kik szívatnak, azok, akik ezt a hármat akarják. Tehát nehogy már olyan képviselőket küldjék, mm. akik ezt ugyanúgy akarják, mert hát többen Ilyen. ott bemondták a tévéképernyőn, pacekba, hogy ő még háborút, háborúban még magyar katonát is küldene, fegyvert küldene, mindent küldene, ha NATO ő felsége úgy parancsol, akkor minden további nélkül. Ilyen. Ezt kell szerintem reggeltől estig mondani, mert sajnálatos módon az ilyen üzenetek nem túl könnyen mennek át. Hát, hogy a lengyelek nem értik azt a történelmet és, és eszme történetet, amit itt az előfejtegettél? Vagy, vagy, vagy most mit csinálnak? Hát már most hallottunk olyan riportot, hogy a Patriot rakéták ott vannak, és volt agyalágyult, aki azt mondta, hogy onnan is kell védeni az ukrán légteret. Na most több se kell szerintem Putyinnak, hát ez... ha nem is atommal, de ott, ott, ott hát azonnal oda a Lengyelország bevonódik a, a konfliktus. Oda pörköl meg, meg de, hogy, de, hogy, még azt is magyarázzák a tuszkék, hogy, hogy hát a, 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 úgy dönt, a az atomtöltetek. Nem normálisak? Mit, mit akarnak a lengyelek? Egy valami látszik biztosnak, hogy az európai hatalmi rend nagyon jelentősen át fog alakulni. Tehát ha ez a háború véget ér, ma még nyilván sejtelmünk sincs, előzőekben is ezt vallottuk meg, hogy Honnan is lenne bármilyen sejtelmünk arról, hogy ez a háború mikor és hogyan fog véget érni, de hogy az európai hatalmi rend, mert ugye, tehát a legutóbbi, ahogy már említettem, ugye volt a Jalta, tehát a II. világháború utántól, hát mondjuk a német egyesítésig, tehát ja, az gyakorlatilag pont 45 év az ajalta, akkor tulajdonképpen volt egy posztjalta, ami a kelet- vagy a köztes európai rendszerváltások, tehát a Német Egyesítés, rendszerváltás, a, a német-orosz kölcsönös előnyökön nyugvó együttműködés, tehát egy nagyon békés és mindenféle szempontból uh, nagyon reménykeltő szakos. és prosperáló időszak, ami, ami mondjuk 2014-ig egészen bizonyosan uh, a, a sajnálatos majdanon történt eseményekig mindenféleképpen tartott, tehát azért ez egy mondjuk egy jó negyed század, amikor amikor hát joggal éreztük úgy, hogy azért az alapvető mbik és feltételek, a kölcsönös együttműködés az működhethető. A probléma alapvetően az jelenti, ezt nagyon sokszor érintettük, hogy az amerikai globális birodalom annyira hanyatló szakaszban van, illetve erőforrás szűkében van, hogy miután látta, hogy ez nem egyszerűen csak egy gyümölcsöző európai és orosz együttműködés, hanem egy Kínát, sőt egyre inkább Kína dominanciájával zajló eurázsiai együttműködés, ez már olyan mértékben érintette a világhatalmi, Rendszer egészét, hogy ez a háború valójában elsősorban annak köszönhető, hogy a, az amerikai globális birodalom már a degeneratív szakaszában van, ahol erre csak, csak háborús feszültségszításával a mind a három tényezőt meg akarta gyengíteni, ez mondjuk Németország, Európa esetében egyértelműen sikerült is. Sokkal kisebb mértékben, de azért Oroszországot is némileg. Kína esetében meg nem csak, hogy nem sikerült meggyengíteni, hanem éppen ellenkezőleg. Tehát Kína számára, mint az, ami történik, sokkal inkább felemelkedést, illetve globális hmm. hatalmi pozíciójának a javulását látja. Ki kimenekítették Kínát a COVID-válságból. COVID így, így van. Tehát, tehát részleges eredménnyel járt. Oroszországot nem tudja erőforrás mezővé tenni, tehát, tehát Amerika számára ez legalábbis vegyes eredménnyel járt az lehangoló amerikai irodalom számára, lehangoló. és összességében a fajlagos költségei e háború üzemeltetésének most már olyan magasak lennének Amerika számára, hogy ezért is tolja át Európa számára, de egy valami biztos, hogy az európai hatalmi egyensúly, ami részben a jalta, tehát 45 90-ig, aztán 90-től mondjuk 2015-ig, tehát ugye az is kb. 25 év. Azóta tulajdonképpen folyamatosan, ma ki is jelentette múlt héten az ukrán külügyminiszter, hogy mi tulajdonképpen 2014 óta háborúban állunk Oroszországgal. Köszönjük szépen, ez egy nagyon fontos bejelentés volt, mert mi mindig is ezt mondtuk, hogy mm. tulajdonképpen már az is háború is volt. Nekik. Ők háborúba. Orosz, Oroszország tehát, még akkor nem tudott róla. Jó, ő, hát, ő azt hitte, hogy Ukrajna, így, hát, hát egy olyan befolyásolás. Nyilván ő. ezt kapták feladatként, hogy háborúban kell. Állni. Az egésznek a, a lényege arra vezethető vissza, hogy az amerikai birodalom, amely egy darabig viszonylag konstruktív módon kezelte ezt az egész kérdést, a német egyesítést, tehát minden amerikai elnök, Régen, régen is az idősebb busz és az egész amerikai birodalmi adminisztráció teljesen egyértelmű Gorbacsovval az élen az orosz elitek is úgy gondolták, hogy eljött a történelmi pillanat arra, hogy egy olyan új békerendszer jöjjön létre, ami valószínű akár hosszú egy évszázadig is hosszú ideig. Mm -hmm. igen, igen, de az amerikai birodalmi eliteken belül aztán mégiscsak az az álláspont győzedelmeskedett Hogyha ez ilyen Kínát is bevonó, euráz, sőt, kína domináns együttműködés, akkor az annyira veszélyes az amerikai birodalom számára, ezt nem kell egyébként különösebben bizonygatni, valóban veszélyes abban az értelemben, hogy súlytalanítja, és különösen a dollár pénzhatalmát értelemben szerűen. Tehát ez a háború valamilyen értelemben az amerikai birodalom részéről valamiféle dominancia visszaszerzést szolgál, csak látható, nem működik, és elsősorban azért nem működik, amit szintén nagyon sokszor elmondtuk, mert a világ döntő többsége ezt nem csak hogy nem támogatja, rá, tehát a BRICS meg a West, West End Rest, tehát a világ többi része nem csak hogy nem állt be az amerikai birodalom mögé, hanem elég, elég egyértelműen és határozottan szembeszáll ezzel, ami nyilván fontos tényező lesz a békében, tehát anélkül nem, nem, beszélhetünk egy újabb, fel sem merülhet egy új békerendszer, hogy azzal ne értene egyet valamilyen értelemben a világ többi része. Tehát ez, a, tehát ez tényleg egy világmi először, mert ugye az előző békék azok Európán belül, a nyugaton belül maradtak. Ez a békerendszer viszont tényleg globális békerendszerként mm -hmm. tud csak működni, ami hogy a legkényesebb elemét és a leginkább evidens elemét említsem, amelyik tudomásul veszi azt, hogy Oroszország megdönthetetlen. Tehát Oroszország egy létező entitás, és eznek a létező entitásnak lévén a világ legnagyobb területű országa, Igenis, létezik egy minimális történelmi igénye, történelmi megalapozottságú igénye arra, hogy a saját biztonsági feltételeit legitim módon az egész világhatalmi rendszerbe beépítse. Vagyis, és ez az, amit minden amerikai elnök, az egész amerikai birodalom egy darabig, ott a 80-as évek a Gorbacsovval, tehát mondjuk 86-tól 96-ig, tehát tényleg volt egy tíz év, amikor ezt a világon senki nem vonta kétségbe, és tényleg minden egyezkedéssel született, minden úgy ment végbe, de utána mégiscsak a degeneratív amerikai birodalom rúgta fel ezt az egyességet, és tolta volna vissza a azt, mit tudom én, meddig, tehát az, az nyilván nem is, és tolta volna bele abba a teljes kifoszthatóság állapotába. Tehát, hogyha létrejön az új békerendszer, ez lesz a leglényegesebb. De a kérdésedre visszatérve, mert a kérdés arra irányult, hogy igen, csak az a baj, hogy ez most már végérvényesen felborította az európai hatalmi egyensúlyt. Tehát véget ért Jalta, aztán véget ért a Post és most Európában is szükség lenne egy új hatalmi, ami egyességre, csak az a probléma, hogy ha Amerika kiszáll ebből, akkor értelemszerűen ezt. Európának saját jogán kellene valahogy létrehozni, és itt lép be a képbe az, hogy a mai európai elitek értelemszerűen, tehát uralmi elitek erre képtelenek, mert mindenkit elkapott a vágy, hát leginkább nyilván lengyel, lengyel ami teljesen érthető, hogy na, kinyílott a hatalmas történelmi lehetősége arra, hogy minden eddig beteljesületlen történelmi vágyamat most egyszerre teljesítsem. Na most ez a legbiztosabb garanciája. Tehát ha most mindenki, mondjuk mi magyarok is azt mondjuk, hogy arohat életbe, eljött a pillanat arra, hogy végre visszaszerezzük a történelmi Magyarországot, mert ezen a jogon bárki állít, mindenki állíthatja, hogy nekem van egy legitim történelmi igényem, abcuk trianon. Tehát mindegy, és majd, majd én megmutatom. Tehát ha most úgy esik egymás torkának minden európai hatalmi tényező, hogy az elmúlt ezer évben visszafolytott, kielégületlen vágyamat, minden sérelmemet, ami ért, és van bőven oda-vissza ebben az egész térségben, na most majd érvényt szerzek neki, hát az abból minden lesz, csak nem örök béke, tehát az Európában egy olyan permanens háborút tudna, Igen. de, de nincs, nincs Európának struktúrája, tehát nincs senki, Németország szétes, eddig Németország volt értelemszerűen, uh -huh. Németország szétesik, és két ellenfele, részben a francia ság, a francia birodalom, részben meg ez a lengyel dominanciájú köztes Európa a Baltikumtól Világos. a Balkánig, ez jön fel, de hiszterizált mind a kettő, tehát nem, tehát teljesen az elfolytott történelmi vágyak hihetetlenül zavaros, ez minden, szóval ez nem egy toleranni szint, tehát ez nem a Bécsi kongresszus Világos. szintje, ahol a legnagyobb elmék próbálták, vagy akár a Westfáliai béket, tehát ez a probléma, hogy hiányzik a szellemi muníció annak a belátásához, hogyha valóban békét akarok, akkor mindent lehet, csak azt nem, hogy hogy hagyom, hogy szabadjára engedjem, engedődjön minden hisztérikus mm. vágy és sérelem, sérelem ami az elmúlt évszázadban érte az A szuverenisták úgy fogalmaztak, hogy le kell csapolni Brüsszelben a mocsarat. És Donald Tuskot egyenesen a leg undorító mocsári szörnynek Miért? Hát mert ez gyakorlatilag mert van, olyan. Az megvalósítja azt Lengyelországban nagy részt, amit ott parancsoltak. Egy dolog azért kivételes, ugye, hogy a migrik. Ugye itt alapvető kérdésekre kéne a Tusnak majd válaszolni, Uh, ukránér élnek, halnak, döglenek az előző kurzus így volt, de ez egy kérdésekre válaszolni kéne. Tehát mi lesz a migratúrával? Ott már nemet mondott, figyeljünk, azt mondta, ide nem teszi be. Majd megkérdezik, hogy mi lesz az LMBTQ-val, itt is valamit mondani kell neki, tehát a korlátai emelődnek fel, meg mi lesz az abortusz törvényel? Mert ugye Lengyelország van nagyon szigorú. Úgyhogy Lengyelországra keserű belpolitikai fejlemények vágnak, de de visszatérnék Amerikára, mert kicsit elsikott. Amerika világpolitikai szerepét kívülről belülről támadják. Az úgynevezett harmadik világ, ami szerveződ, GED-gazdaságilag BRICS néven, az egyfajta baromi nagy kihívás maradt nem fogadják el a nyugati dominanciát, amit ugye Amerika képvisel. Bocsánat, de belül sincs rossz jobb helyzet. Hát a Trump lényegében, amikor azt mondja, hogy Amerikát újra nagyjá akarom tenni, akkor Amerikát az amerikaiak érdekébe akarom nagyjá tenni, nem újra világhatalmi csendőri akarom valá. Tehát kívülről, belülről cselendzsolják, hogy mondjam, nyomás alá helyezik ezt a világirodalmi pozíciót, hogy aztán mi lesz belőle, nem tudom. Nézzük meg, meg, hogy milyen eszeveszettül próbálják Trumpot kiiktatni. hát már nincs az a bíróság, aki nem a trump foglalkozik. Már mit tudom én, közigazgatási bírságba részesítik, egy bíró befogad egy keresetet egy nőtől, aki azt mondja, hogy 30 éve megerőszakolták őt, ahelyett, hogy azt mondja, hogy a hölgyem figyelj, figyelj miért nem tetszett sikongatni az első észrevetelem. A második észrevetelem szélsebesen húzon a szem elő, mert öt évre becsukom, hamis vád miatt. Ehhez befogadják. Tehát elképesztő mértékben megy a nyomás azon az elnökön, aki semmi más nem akar csinálni, mint ebből a világhatalmi Amerikából egy nemzetállami első osztályú szereplőt, mert Amerika majd valamikor nemzetáll, a szét nem verik teljesen, nemzetáll, mert szét is hullhat, bocs. Pillanatlanként is pillanatlan, szét hulhat. még ez is van. De Trumpnak az egyűvé tartás lenne a lényege, Amerikát az amerikaiaké, és az új Felosztásban pedig, hát Amerika akkor is nagy maradt, tehát a, a gazdasági produkció, a katonai ereje stb. lehetővé teszi, de már nem a világ csendőr minőségében. Ezért őt satuba vették, nyomják lefele, mindent megtesznek. A másik oldalon megszorítja a harmadik világ, a reszt, mert a reszt megkezd megszerveződni. Úgyhogy elnézés, hogy eltérítettem. Nem, 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 nem. Sőt, fok, sőt, sőt fesze, tehát fesze, így, így fesze, válik összefüggővé fesze. mindaz, amiről beszélünk. Annál is inkább, mert most azt akarom kérdezni, hogy ez az Amerika, amelyik ennyi gonddal és mi küzd, és veszíti el a jelentőségét, az miért fordít még mindig ekkora figyelmet arra, hogy a magyar. Kormányt eltakarítsa. Hát Miért? Most azt, azt látjuk, hogy a, ugyanazon a rendszeren keresztül megint jönnek a pénzek, és befolyásolni akarják az uniós választást, az önkormányzati választást, és pénzelik az összes fölbukkanó. Mi sem természetesebb. Hát itt van Európa, hallgat, mint a sír, és követi azokat az utasításokat, parancsokat, napi parancsokat, amik jönnek Washingtonból, a demokraták által képviselt, és egy az egyben a nemzetközi pénzmagánhatalom által sugal dolgoknak. Egy az egybe. Viszik szépen. És itt van egy darab ilyen egyébként közepes méretet alig megütő kis ország, akinek a vezetése nevezetesen főként a miniszterelnök, pedig, hogy mondjam, jegyet vett magának befizetett a világpolitikai alkotók közé váltó pillanatba, mert epigonként beszállni nem nagy dolog. Szovjet birodalomban mindenki mondta, ő, jön a ő, ki gyorsan, hangosabb, az a nagyobb fej. De ma nem arról van szó, ma protestet kell kifejteni, és ráadásul úgy pályán is kell maradni ennek közepette, tehát a bőrödre is nagyon vigyázni kell. Na most, hogy ilyen van, hát az olyan, minthogyha gyakorlatilag mondjuk azt, hogy a nagy medvének az órára száll a darás. Hát próbálja el, és az Istennek nem megy el, és már meg is tütte a darás, megint rögtök, megint nem talál, újra visszarepül. ez a helyzet. Tehát ennél én természetesebbet nem látom. Viszont pont az a mozgás sorozat, az a, hogy mondjam, tánclépés sorozat, ami ezt sorra megakadályozza, egyre inkább rutinírozottál teszi a magyar vezetés, még esetleg másokat is, ha végre a lövészárokból kimernének somfordálni. Ugye azt halljuk, ami minisztereink tettő, attól ott van Brüsszelbe, Igen. ezek elmondják a magukét, Utána ellene szavaz x, y, z, majd utána megveregeti a város. Köszönjük, hogy elmondtátok. ocsmányt is viselkedett. Ez így van. Értő ocsmány, igen, erkölcsileg kifogásolható, akkor fogalmazunk óvatosabban, de érthető. Tehát érthető, bár nem menthető ez, ja. a, ez a viselkedés. Hát, Egyébként se hát, nagyon találkozik is, az ember a, az élet, a hétköznapi életben. És, de a kérdésedre evidens a válasz, ezt nagyon sokszor értelmeztük, hogy a világ háborúban áll, de a háború egyik talán legfontosabb vonulata az az elbeszélési módok, tehát a narratívák hát. háborúja, és ennek az a nagyon egyszerű oka, hogy a világ ahhoz már túl bonyolult, hogy egy Egyáltalán feltételezzük, hogy bárki utána tud járni annak, hogy az úgy van-e, hiszen jelen kéne lenni, Na, most ez értelmezhetetlen, Igen. hogy a világ minden pontján, minden fontos történésénél jelen is legyél, és azt lásd benne, mert ugye nem látja a fától az erdőt, tehát még az se garancia, a fizikailag ott Igen. vagy, mert attól még nem következik automatikusan, hogy amit látsz, azt úgy tudod értelmezni, hogy. Tehát ennek következtében a média... Hatalma felfoghatatlan nagyjá vált, mert minden ember nem tehet mást, és azt tekinti valóságnak, amit a médiából hall, és azt gondolja, hogy a média a valóságot meséli el neki, holott a média mindig, mi, mi is ezt teszük, egy történetet mondunk el a valóságról, ami most nagyon nyersen fogalmazva, vagy igaz, vagy nem. Mi talán, ezt elhiszik a nézők, hallgatók, hiszünk benne mind a hárman, hogy az a történet, amit elbeszélünk a valóságról, az helyén való. Mm. Tévedni tévedhetünk, de az, hogy tudatosan... De nem hazudunk, vezetni, így, de nem hazudunk mm. így van. Tévedni tévedhetünk, de nem hazudunk, úgy gondoljuk, de a történelem fogja eldönteni, hogy ez a narratíva helyén való-e. A támadás személy szerint Orbán Viktor és az ellen a nemzeti nagykoalíció ellen, ami az elmúlt most már 14 évben sorra aratja a két kétharmados győzelmeit, ami önmagában véve is szinte teljesen értelmezhetetlen a európai vagy egyáltalán a nyugatias demokráciák történetében. És ez azt igazolja vissza, már mint az egymás követő kétharmadok, azt igazolják vissza, hogy a magyar társadalom többsége egyfajta nemzeti nagy koalícióként azért fogadja el ezt a narratívát, mert ez tartja az legközelebb állónak, tehát a valóságos valósághoz legközelebb állónak. Ez nem azt jelenti, hogy hivétel nélkül minden szavazó szerelmes Orbán Viktorba és tökéletesen elfogadj, elfogad mindent, amit ez a Nemzeti Nagykoalícióra épülő kormány dönt, de abban egészen bizonyos két dolog Az egyik, hogy ezek a kérdések léteznek, amelyeket Orbán Megyül. Viktor folyamatosan felveszt, mivel léteznek, ezért döntő fontos a válasz arra, hogy ezekre a kérdésekre mi születik, és végül harmadszor, de nem utolsó sorban úgy érzi, hogy ha nem is mindenben tökéletes ez a válasz, de még mindig sokkal jobb, mint a potenciális ellenfeleknek, Igen. vagy a politikai riválisoknak a válasza. És ezt kell megsemmisíteni. Ez rendkívül veszélyes. Igen. Tehát, hogyha tartósa most már 14 éve, vagy már 16 évig, vagy netán utána 20 éven keresztül fenn marad egy olyan narratíva, amiről nem csak Magyarországon, hanem Európában is, a kommentelők százmillióinak véleményéből ez egyértelműen kiderül, vagy a Tucker Carlson több mint százmilliós nézettségű Orbán Viktorra készített interjújával a globális térben is nagyon is van fogadókészség ennek, erre a megközelítésre. Csak bátorság között, nincs, Laci, úgy az, a, jó, de, az De a az így készség. van, de az rendkívül, az rendkívül veszélyes, tehát a... veszélyesnek tartják, ez nyilván ezért de és Lépnek, nek jár, tartják is. Mert... Mit csinálnak? E Egy percet kapok arról, hogy még az osztozkodásról is beszéljük. Megvan a helyzet, hogy el lehet Ukrajnát osztani. Az oroszok elviszik az oroszok által lakott területeket, ami az ipari területek, kikötő, stb. Ez nagyjából a nyugatiaknak is világos. Már azt mondják, hogy azt oda kell adni. A normális már Trump is azt mondja. Na most az kétséges, hogy az ukrán földterület tulajdonjogát hogyan, ugye megvan, odaadta Zsálenszki nekik, az, az ott azért még egy kis pücök lehet, mert amiatt még majd, ha van Ukrán egyáltalán, azért még egy kis lázadozás is előfordulhat, ha tűzszünet lesz, abból még egy új balhé is Ennyi, tehát az osztás feltételei adottak, egyik oldal az teljesen világos, a ruszkiknak oda kell adni, mert ha nem, akkor... De nem lehet nem odaadni, mert náluk van. A másik része Majdnem rendben van, de a fene tudja. De a háttérben ez már lényegében készen Szerintem van. Szerintem már rész, Tehát Készen van ez, csak a, ugye az ördög a részletekben. Ö, Magyarul akkor, amivel kezdtük, annyira nem kell félnünk, nem akarnak harmadik világháborút. Csak ezt akarják bűteni. Sokszor ezt a... nem az akaratról van szó, hanem <laughs> nem. Tehát az, az, az úgynegy döntéshozók akaratáról van szó, hanem néha van, akik döntéshozóként nem is látszanak, de mégis valahogy be tudják manipulálni mm. a dolgokat. A veszély még megvan. Ez a veszély megvan. Na hát akkor fogunk még beszélgetni Azt róla. Hiszem. Most viszont lejárt a műsor időnk. Nagyon szépen köszönöm nektek. Megint csak élvezetes és tanulságos beszélgetésünk volt. Nézőimnek, hallgatóimnak köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet. Jövő héten is lesz háttérkép, addig is hallgassák a hírefemet a Viszonthallásra.